Vadászélmény volt, ahogy vártuk, hogy vajon mikor jelenik meg, hol fog megjelenni. Nem is tudtam konkrétan, hogy mit kell keresni, milyen látványt kell keresni a vizem. Úgyhogy figyeltem azt, aki ebben szakértő, hogy ő mit néz, merre néz, és próbáltam az ő tekintetét követni. Végtelen nyugalommal mozogna ez az állat. Nagyon megnyugtató volt figyelni, ahogy szép lassan kibukkan a háta a vízből, aztán lebukik a víz alá, aztán a farkával csak egy nagyon lassú, de mégis brutálisan erős. Hát az ember így megérzi azt, hogy mennyire a, nem is a tápláléklánc végén van, de hogy azért nem a legesleg elején, hanem azért vannak itt erősebb erők, vagy nagyobb erők magunk körül, akár a hullámokat tapasztalva, akár így ilyen állatot. Hogy elmehettem életem első karibi élményére a csapattal, és megnyertük, az csodálatos érzés volt. Én még ilyet nem láttam életemben. Tehát már most, a második napon olyan élményekkel gazdagodtam, amit szerintem az unokáimnak is mesélni fogok. Hát ezt magukkal visszük. Ákos, mit szólsz? Ez magamban viszem a gyerekeket. Voltak bána könnyek. Mekkora bánákhoz, mekkora volt a farka, hogy kijött a vízük. Kizetők ez a folyékó, következő 3 évre megvan az élmény. Az, hogy meg ki tudtunk kapcsolódni egy ilyen győzelem után, szerintem egy olyan plusz töltetet fog adni a csapatnak, hiszen mondhatom most már tapasztalatból, hogy a delfinekkel való úszás után is nagyon összehozta még jobban a csapatot, és szerintem ezzel az élmény, ez most a két lánynak is szerintem egy nagyon extra momentum volt, és nekünk is, hiszen ránk fért már egy élmény. Köszönjük, hogy követtek minket! Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.